megnősültem, és azóta párom picikét olyan rabja lett ezeknek a kis mesefigurás repülőknek. Hát itt például látható, ugye a rozsdás milyen szépen összerakta egyébként, nagyon nagy tehetség egyébként, mert ügyesen dolgozik. Hiba nélkül hozzáteszem. Megfertőzted őt is a makettezéssel. Hát a viking hajó is szép lett. Ez például nagyon szépen egyébként megcsinálta, és ugye dekötést ugye neki köszönhetem, tehát ő csinálta meg magát a kötélzetet. Úgyhogy egyébként nagyon szépen dolgozik. Igen. Nagyon szépen dolgozik. Van egy kicsibe is. Így van. Van egy másik kis apró viking hajója neki. Ez pedig itt látható. Ez a... Én szerintem ide jöjjünk így, és akkor így lehet látni. Igen. Nagyon jó. Így. Nagyon szép. Így van. Szia Tündi, most veled szeretnék egy pár szót beszélni. Hogy is tolerálod te ezt a gyűjtés szenvedélyt? Egy pár szót a nézőknek, gondolom van vicces történeted ezzel kapcsolatban. Szia Roland, üdvözlöm a nézőket. Hát igen, van egy-két pár vicces történet. Én már a férjemet, mikor megismertem, ő ennek a szenvedélynek kódolt, de ez a gyűjtemény már kettőnk szerzeménye végül is. Közös szerzemény. Minden darabja újonnan érkezik, de időnként vannak vicces jelenségek, mikor megérkezett a nagy vezérsík, amit ott láthattunk, akkor amikor behozta a lakásba, ami hát látszik, hogy nem egy túl nagy, az ruhásszekrényem elé került. Először neki mentem, úgyhogy szétvertem a vállamat, aztán utána pedig néhányszor elég vicces volt, mikor bemásztam a vezérsík mögé, hogy egyáltalán ruhához juthassak. Gondolom élvezed az ilyen szituációkat, hát, hogy nap mint nap ilyenekkel találkozva. Hát nagyon élveztem, kb. Két hét még elég jól toleráltam is, amikor mondtam, hogy most már vagy eltünteti innen, vagy valahogy oldja meg, hogy a ruháimhoz oda jutsa. Látod, megtalálta a helyét. Megtalálta, tehát azért mindennek megtalálja ugye a helyét, hogy az úgy... De láttuk, te is makettezel, ott már kisebbeket összerakosgattál. Hát a szemben megfertőzött engem is. Jó levezetés végül is mindent szempontból, de ezek pedig ugye az én szívemhez is hozzánőttek már, tehát mikor egy-egy dologra azt mondja, hogy esetleg elcseréli, vagy máshova viszi, akkor úgy azért meg szoktam kérdezni, hogy most biztos, hogy oda akarod valakinek adni? Ne mondjuk azért, ha egy mosas gyűjtő cigányérbe téven, annak biztos nagyon örülnek. Pár havi albérlet összejönne. Pár havi albérlet összejönne, és igen. Még a pincében nem is jártál. Hát ott is azért, majd egyszer arra is kerítünk sort. Azért ott is van még egy-két érdekes dolog. Hallottam ott kabintető, egyebek. Ja. Futómű. Futószár. Előbb-utóbb itt is össze lesz építve egy gép. Hát előbb-utóbb, de viccesen szoktam mondani, mikor egy-egy új darab érkezik, hogy lassan az ágyunknak nem fog hely maradni. A kis repülők azok szerintem nagyon díszel egy lakásnak. Igen, gyönyörű azok elég szépek, a igen. Vitrin. Tehát ugye azért, ha ide valaki bejön, ja, másik vicces történet, amit azért el kell mesélnem. A kedves férjem, amikor rosszul volt, és a mentősök kihívtuk, bejöttek a mentősök, és nem foglalkoztak vele, hogy ő vele mi van, csak a lejtvilággal. Úristen, mit látunk, mi van itt, te figyelj, meg ott agonizált az ágyon, még jó, hogy nem szívinfarktusa volt, mert valószínűleg ott maradt volna. Az újdonsági élmény, őket is levarázsoltam a lábukra, hát engem is, egyszerűen ezzel a gyűjtemény így. Hát és nem csak ezt, hanem mellette a Star Wars-nak a két nagy relikviája. Tehát az is egy olyan dolog, hogy mindig bámulatba ejti az embereket. De mondom, ez nagyon... Egyszerűen addig nem kezdtek el foglalkozni a beteggel, amit ki nem néz előtték magukat. De túlélte, ez a lényeg. Túlélte. Úgyhogy... Gondolom ők is úgy voltak vele, hogy... Látták, annyira nem súlyos, akkor rájönnek egy kicsit beszélgetni, meg körbenézni. Úgyhogy túléltem. Igen. Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert a további tévéműsorokhoz. Köszönöm. Szia. Szia.
Sziasztok! Ennyi. Sziasztok!